Csiribi, Csiribá. Na nézzük, melyik maradt akkor az utolsó mese. Ó, egy gyönyörű szép magyar népmesét fogok nektek elmesélni. Az a címe, hogy a só. Érdeklődve figyelték a sóról szóló magyar népmese előadást a tamási gyerekek. A Kicsika helyi könyvtár Keddi Limonádé című rendezvénysorozatának záró eseményére érkeztek szüleikkel, nagyszüleikkel az intézménybe. A résztvevők szerint a nyári szünetben különösen hasznosak az ilyen foglalkozások, amikor a gyerekek néhány órára közösségben lehetnek, és hasznosan tölthetik a szünidőt. A nyáron elég sok időt tudunk a gyerekekkel tölteni otthon, de hát egy idő után az is unalmassá válik, és nagyon jó volt ez a kis program, hogy legalább tudtuk azt, hogy fixen keddenként délelőtt ki tudunk mozdulni, együtt tudunk egy picit lenni a többiekkel, és míg a mese alatt egy picit lecsendesedtek, lenyugodtak, akkor aztán otthon újra folytatódhatott a játék. A Keddi Limonádé heteken át biztosított délelőtti elfoglaltságot a városban és környékén élő óvodás és kisiskoláskorú gyerekeknek. A programokat szervező szakemberek célja az volt, hogy kötetlen, játékos formában ismertessék meg a magyar népmeséket a kicsikkel. Ezt követően pedig mindenkit egy-egy pohár hűs limonádéval vendégeltek meg. Tudjuk, hogy a mese milyen fontos a gyerekek számára, és egyre kevesebb a mese a gyerekek életében, egyre kevesebb az élő szavas mese, és szerintem azért is van ennek a programnak ilyen sikere, mert hogy az élő szóban hallgatják a gyerekek. Tehát a papírszínházas mese után én mindig még egy mesét szoktam elmondani, és nagyon szeretik a gyerekek, és nagyon nagy türelemmel és figyelemmel hallgatták. A népmeséket bemutató délelőtti programokat a Tamási Könyvtárban a tervek szerint csak egy rövid ideig kell nélkülözniük a résztvevőknek. Az őszi és a téli szünetben ugyanis újabb foglalkozásokkal készülnek az intézmény munkatársai.